Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a Sportás ma esti adásának kedves nézőit, és külön szeretettel mai vendégemet, hát aki szó szerint a sporttársam 15 éve, úgyhogy egymás mellett ülünk vagy állunk a Sport TV-be. És a többi az mafu? Nem, hát mondom tovább, ha megengedett. Tehát először is jobb szélsőm volt az újságíró válogatottban, ugye? És hát rajongói szerint a Pasadétről a Rózsadombra föl, vagy a Rózsadombról a Pasadéte lefelé menő utat róla nevezték el, a Kapi utat. Szóval Kaplár F. József a vendégem, szervusz, nagy szeretettel köszöntelek. Köszönöm szépen én is a meghívást. Nagy lehetőség ez a számomra, megmondom őszintén, mert ugye, hát hogy, hát eddig mindig az van, hogy te ülsz a... Ja, ez akkor a hóhéraposztás. Jó, na rendben. Most aztán. Hát aztán több jubileum is van. Mondjuk ugyan. Kezdem azzal. Mondjuk 15 éves a Sport TV. Úgy van. Lesz. Hát de idén, igen. Együtt vagyunk. Így van. Na de ennél van egy régebbi is. Bizony. Mondjam hány év? 45? 45 lesz március 21-én, a tavasz első napján. Akkor... Gyulai Pistának a születésnapja volt szegénynek. Együtt mentünk be a televízióba. Hát már csak azért is, mert pályabelépő volt. Úgy van. Úgy van. Ez már akkor a mondjuk így... A királyi televízió. Királyi televízió. Ahogy te szoktad mondani. Igen, igen. Igen, hogyha ha jól emlékszem vissza, akkor ez már egy olyan kiválasztottak meccse volt, mert a 3001 néhány száz indulóból volt már két rosta. Ne arra, hogy közbeszóló. Pályabelépő az egy ilyen vetélkedő műsor. Az egy tulajdonképpen sportriporter kerestetik. A Képesport és a Telesport. Képesport és a Telesport indította. Nagyon-nagyon sokan jelentkeztek. A 3000 fölötti az nagyon nagy szám. Én 68-69-ben katona voltam Kalocsán, és az első forduló még ott ért. És akkor a katonaságnál lévőket, azokat egybeterelték, parancsal föl küldték Budapestre, akkor a néphadseregnek a központi klubháza, vagy nem tudom, hogy hívják, az ott volt a Váci utca elején, valamelyik bank vette meg azóta már, és ott volt az első forduló. 22 kérdésre kellett válaszolni az elején, sporttárgyú kérdések voltak. Így emlékszel a kérdések? Nem mindegyikre, egyet majd mennyi megkérdezek tőled, jó? De jó Isten! Meg a újér akasztása! Nem nehéz kérdés. Kérlek szépen, melyik az a sportág, amelyikben a sportolók önmaguk mérik idejüket? Na? Nem tudom. Dehogy nem, gondolkodj egy kicsit. Önmaguk mérik idejüket? Így van, igen. Hát ez el fog menni a műsorban, és jó, feladtuk, jó, igen, de még... Sakk. Igaz. Jó. Sakk. Ezen nagyon sokan elbuktak. 44 pontot lehetett szerezni. Hát én a jók között szerepeltem. Ezt 20 évvel később. Igen. Ott is? De a legvégén, addig, míg a többieket beírtam, addig ezen gondolkoztam, hogy mi a bánat lehet ez. És mondom, hát persze, hát másnyi, mert igen, az megvolt. Igen. 41 pontot szereztem a 44-ből, és Radnai János, aki a Telesportnak akkori főnöke volt, 20 évvel később megmutatta ezt, hogy miket írtunk, mert hát ő volt az egyik fő zsűri elnök. Gyulai Pisti. A Gyulai Pisti, nagyon sok Nézi van. Jenő. Nézi Jenő. Igen, elég híres társaság. Szalai Pista szegény már szintén, ő sincs közöttünk. A Horváth Pista, aki a Képesportnál, mert ugye a társaságnak felajánlották, tehát nem volt döntője ennek a sportriporter kerestetiknek, hanem a két cég, már mint a Telesport és a Képesport azt mondta, hogy itt a Marsalbot, tessék. És hány jutott be? 15-en összesen, mert a Gyulai Pista, a Gagyi Robi ő rudugró volt, a Nagy Imre meg futó volt, középtávfutó volt, őket meghívták, mivel hogy ők ilyen sportér, mind a három atléta volt egyébként. Na most hát a Pista ragadt meg, de nagyon a cégnél, és ezen a nevezetes napon, 1970. március 21-én teljesen véletlenül együtt mentünk be a tévébe. És ott a legalsó szinten, mármint a bejáratnál a legalsó szinten, ott volt oldalt a belépő kiadása, ott találkoztunk, és akkor még egy nagy bozontos haja volt a Pistának, bemutatkoztak neki, szevasz, bemutatkozott Gyula István, és akkor mondom, a vágtáló, szóval nem, a 400-as így kijavított, együtt mentünk föl, fönt a lépcső tetején vártak. Na most nem tudom, hogy jártál-e a királyi televízióban. Hát van három lépcső fölfelé. És a három sor lépcső. Három lépcső. A középsőn ilyen piros szőnyeg volt fölfelé, hát ott nyilván a notabilitásoknak volt fönntartva.
És hát én akkor 20 éves voltam, és hát minden csibészséggel és önbizalommal megáldva, hogy megyünk fölfele, mondom a Pistának, hogy miért nem ott megyünk? És jött egy lakonikus válasz, azt mondta, hogy majd. És? Hát mentünk. Na, ezt érdekel később. Hát, egyébként emlékszem, hát a telesport az ott, nem tudom, fél emeleten, vagy hol, ugye? Sok helyen volt a telesport, de a legutóbbi időben már fél. Közel volt ehhez a három lépcső. 1970-ben volt, akkor még majdnem családi jellege volt még a Magyar Televíziónak is, és akkor utána kezdett egyre hatalmasabb. De ez a lépcsőház akkor sem volt olyan családi. Hát ne felejtsd, de a tőzsdepalota volt az előtt, úgyhogy ez... És láttam filmeket, nem éltem át, de hogy ott az ottani pagoda, mondjuk így, nem tudom, hogy hívne, hogy ott ki, büfé. Igen, büfé. Mindenki volt ott, tehát, hogy nem tudom, a Feleki Kamiltól a, nem tudom, Sinkovicsig. Hát egyszer szemtanúja és fültanúja voltam egy óriási nagy beköpésnek, a Tettes Latinovics volt, mert akkor ott odabent, hát évente 50 tévéjátékot csináltak, ez magyarán minden hétre jutott legalább egy, de lehet, hogy nagyon szám volt. És színészt ismertétek? Színészt, hát ott ettek. És egy, de úgy értem, hogy az olyan volt, mint hogy egy családi társaság. Hát ők azért nagyon nagy királyok voltak, tehát tisztelettel mindenkit köszönt. De én ott a finom, nagyon finom volt a francia saláta, emlékeztem rá, virslit lehetett kapni, tehát ott szépen el lehetett kajálgatni, és volt egy, hát hogy is mondjam, szépséggel nem áldotta meg a Jóisten, egy férfi rendező volt, aki... A nevét hagyjuk. Nem is mondjuk el, és jött befele, mindig fütyűrészve jött, és én azt láttam, én itt ültem, egy agyasztallal arra, de pont velem szemben ült a Latinovics. Tessék. És, ki? És akkor azt láttam csak, de nem tudtam, hogy mire. Megállt a szájánál a villa a falat, és csak ennyit mondott. De hát itt emberek esznek. Hát arról nem beszél, hogy az jutott eszembe, hogy 71-ben ugye Latinovics ült a kamera előtt. Lehet, hogy 70-ben, már nem tudom mikor, 71-ben mutatták be ugye a Szindbádban elég hosszasan. Igen. Emlékszel arra a jelenetre, amikor a Wendelin fiam. De azt az életben is meg tudtad csinálni, tehát hogyha amit ő kikért a büféből, már pedig ez egy egyszerű kis vállalati büfé volt, ha úgy tetszik, azt is ugyanolyan finoman, mint a Szindbárban tudta elfogyasztani. Tehát akkor viszont láttad a vásznon a büfét? Igen. Nem, az azt hiszem, hogy Max, ez később volt. Hát, igen. Ez később volt, amikor... Ja, már te láttad egyáltalán. Igen. Szóval először nem ért, azt hittem, hogy lejátszik valamit a többieknek, és akkor utána egy hátra néztem, és láttam, hogy... És akkor voltam a sportosztályon, volt a vitraj. Nem, bocsánat, én ezt tudnod kell, hogy az első három évet, tehát 70-től 73-ig én külsős volt. Mindnyáján kaptunk, tehát nem volt döntő, de március 21-én... Ki volt ott bent? Vitrai? Mindenki. Vitárobi, Szőnyi Jancsi. Hát ezt akartam, hogy kik voltak, de nem akárki. A dolog lényege az, hogy mi úgy mentünk fel, hogy oda meg voltunk hívva, és úgy jöttünk ki, mint a Magyar Televízió külsős munkatársai. Tehát akkor 1970. március 21-én. De az elégedett voltál. Egy elsős egyetemista voltam. Na most várj egy pillanat. Igen, a közgázban. De most akartam mondani, hogy ugye a sporthoz visszatérve, mert azt hinné az ember, már a néző, hogy hát nyilván persze, mert teniszeztél. Na de nem teniszeztél, hanem... Futballoztam. Igen. Hát a Jászberényi Vasasba kezdtem. Mit játszottál? Ott érdekes volt, ott nem fogod elhinni, fedezetet, de az első felnőtt mérkőzésemen, akkor 18 éves volt, az megyei első osztály, tehát akkor a Vasas visszaesett az NB3-ból. Mármint a Jászberényi Vasas. Vigyázzál a kifejezésekkel. Hát de ott a Vasas, az Vasas, az is piroskék. Jó, rendben. Az első mérkőzésen Cibakházán játszottunk a megyei első osztályban, ők akkor kerültek föl. És az első fél időben az volt a feladatom, hogy a följutó csapatnak a gól királyát fogjam. Jó játékos volt. Aszódinak hívták. És nem jutott szóhoz, de vezettünk 2-0-ra, és a másodikban rettenetesen nyomtak, és az edzőnk... Közbeszóltak? Tetszik látni 2-0-ra, szóval nem 2-0-ra. Igen. Ugye az egy külön történet. A lényeg az, hogy inogott hátul a védelem, és húzott egy nagyot az edző, máig nem értettem, hogy miért. Azt mondta, hogy cserélj helyet a söprögetővel, mert akkor még volt, hogy a söprögető. És akkor nem, hát én emberfogó voltam. Cserélye, igen. Hátra küldött, és csak annyit mondott, hogy
takaríts. Na most a pálya mellett volt egy temető. Amikor már harmadszor rúgtam ki a sírok közé a labdát, akkor már nagyon mérges volt a játékvezető is. És oda, miért rúgtattak ki, mert inkább hát, biztos, ami biztos? Igen, tud. Nem volt ilyen flikflakos Beckenbauer, ez az nem. Ott. És hozzá kell tennem, hogy ez egy homok, egyrészt izgultam is, hát ez egy nagy feladat volt. Na gondolom, 18 évesen center halfolni, az egy elég kemény dolog volt. Aztán utána Kalocsán katonaként ott meg játszottam balszélsőt például. Gólt is rúgtam többször is. Az egyetemen más volt a helyzet, mert a közgáznak akkor Blasz 2-es csapata volt, de ott gyakorlatilag nem volt edzés, illetve ha volt, akkor tornateremben kiskapuzás. És hol játszott a közgáz? Blasz 2. Nem, de a milyen pályán? A MAFC pályán. Aha, a Budán. MAFC, igen, Budán. Igen, igen. Hát meg ahová kellett menni, tehát Péteri Major, meg világ végére is el kellett menni. De hát akkor, tehát a futball az rendben van, az imádta. Na, az milyen volt például? Amikor először Pesten láttál futballmeccset. Na, meséljél róla! Az kérlek szépen egy kettős rangadó volt a nagybátyámnak a... Teltház? Hát, ez rossz kérdés. Akkoriban. Aztán ez 1960-ban volt. Még azt is tudom, hogy a G szektor 11. sorában ültünk. Az egy, elég emlékezetes lehetett, ha így megjegyezted. És egy... Hát ez nekem nem fog tetszeni, azt hiszem, hogy a Vasas Fradi volt a második mérkőzés, és a Fradi nyert 4-1-re. Na most a nagypapa, a nagybátyám feleségének, nem az én nagypapa, a nagybátyám feleségének az édesapja, az a Fradinak ilyen szakosztályi, nem tudom milyen tagja volt, meg minden, és hát az öreg az teljesen ki volt. 4-1-re nyert a Fradi. Mondom, és hazafele, biztos rosszul emlékszel. Hazafele végig a villamoson, mert... Hát azt akkor az volt, ugye? Ma úgy működött a csatársorunk, mint egy jól olajozott gépezet. Ezt soha nem fogom elfelejteni. És hát onnantól kezdve... És te melyik csapatnak szurkoltál? Én? Hát a Jászberényen kívül. Tehát, hát ott... most nem kell, vedd el a Jászberényt. Ja, jó. Akkor nem voltál nagyon boldog ezen a... Hát nem. Römiere. Nem voltam. De milyen, és hogy érintett az, hogy ennyi ember? Hát azt szerintem ilyen voltam végig, úgyhogy ez egy csodálatos élmény volt, és akkor még nagyon-nagyon sokáig. Tehát az, hogy ha Pestre jöttünk, akkor az egy abszolút természetes dolog volt, hogy valamilyen meccsnek benne kell lennie. Tehát nem mindig a Népstadionban, ezt azért szeretném hozzátenni. Például a Beneferinek a harmadik vagy a negyedik meccsét láttam Csepelen. Igen. Török, Rajna, Várhidi, Győrvári, Színi, Borsányi, és így tovább. Jó kis csapat. És a balszélsőt hogy hívták? Rossi. Nem. Még akkor Lelenka, Lenkei. Ja, Halápi Lenkei. Kikapott az Újpest 2-re, de már akkor látszott. Hány néző volt? 15? Körülbelül. Ott se nagyon tudtál mozogni. Nem. Igen. Jászberényben hány néző volt? Jászberényben kérlek szépen 2500 néző volt, ehhez is hagyd mondjak el egy anekdótát. Ugye, amikor Puskásék 55-ben ott voltak, akkor én még nagyon fiatal gyerek voltam, apám kivitt, de akkor még nem nagyon éreztem meg a dolgot, de az, hogy ennyi ember kimegy, ez biztos, hogy valami nagy esemény lehet. És utána aztán fokozatosan rászoktam, szépen volt külön helyem is, méghozzá úgy, hogy egy kerítés, egy drót, kerítés nem, hát el volt kerítve a pálya, de azért volt még egy atlétikai pálya is, és ott belül állhattam, édesapám még meg ott fölötte, ő eléggé egy ilyen központi figurája volt a társaságnak, és hát akkoriban 50 fillérbe került egy pohár mucimag, nálunk úgy hívták a nem tök magot, a másikat, hogy hívják, a szotyolát. Na, és ha elfogyott a fél időre, akkor oda mentem apámhoz, és kértem még tőle, hogy hát jó lenne még egy ilyen. És akkor az öreg így szétnézett, azt mondja, kisfiam, itt még több mint 2000 ember van, miért pont tőlem kérsz? Természetesen ugyanígy reagáltak a többiek is, és hát ő neki ez egy nagyon nagy lélekmelengető volt, hogy megérni a társaság középpontja, de látod, ennyi rengeteg történet. De hát ezt meg te lettél. A fél ország középpontja lehet mondani. De, hát ez, jó, azt hozzá kell tennem, hát azt, hogy előbb a híradóba, jó, igen, az egy más, az egy csúcs volt, igen. Hát a híradóban, nem tudom, még a fél nyolckor kezdődött. Fél nyolc, igen. Hát, de az hirtelen, tehát hogy van? Nem, egyáltalán nem hirtelen. Én azt tudod kell, hogy az egyetemista éveim alatt ott voltam, a telesportnál.
De azt is tudnod kell, hogy a második műsor a televíziónak az mikor indult be? 1974-ben. És akkor Radnainál bejelentkeztem én is, akkor már ugye Gyulai Pistak nézi, már ott dolgoztak, és kérdeztem, hogy én nagyon szeretném ezt csinálni. Mik a sanszok? Hát azt mondja, hogy boldogan, de azt mondja, hogy már saját embereimnek sem tudok elég munkát adni, még nincs M2, mondta így. Szóval tudod mit? A fiával együtt jártam egyetemre egyébként, csak ő más szakra járt, azt mondja, te végzettségeddel találunk itt a házba a helyet. Így is volt, átmentünk egy pár helyre, nem nagyon smakkoltak a dolgok, és akkor elmentünk a híradóhoz. Egy Matúz Józsefné nevű főnöknő volt, egy óriási figurája a magyar televíziózásnak. Emblematikus. Azt kell, hogy mondjam neked, hogy 1973-ban két olyan ember volt, a Radnaink meg ő, akik a kezdetektől fogva, meg még nagyon sokáig a saját cégük, tehát ezek a Telesport meg a híradó is állam volt az államban ott, elvitt hozzá, és a Radnai azt mondta, hogy hát tudod, Rózsika, úgyis azt akartam, hogy a híradó végén legyen egy külön sport, és a Jóskára gondoltam, ez én voltam. És akkor föl se nézett a szemben, addig jól olvasta. Sportíreket? De volt de? Csak egy állandót akart. Igen. És belenézett, az önéletrajzomat olvasgatta, föl sem nézett, csak így levette a szemüvegét. Nem idevaló csúnya szót használta Radnainak, hogy hagyja a francba ezt a hülyeséget, az ellenben egy nagyon lukratív ajánlatot adott, azt mondja, látom itt, én a nemzetközi szakon végeztem, nemzetközi kapcsolatok szakon, azt mondja, fölveszem akár holnaptól külpolitikai hírírói gyakornoknak. Hát körülbelül ennyit, még ez a szünet volt most, ennyit gondolkoztam rajta, és igent mondtam. Mert végig gondoltam. Televíziós lehetek, az akartam lenni mindenképpen, és nem bántam meg. Abban a pillanatban végig szaladt. Három másodperc után igent mondtam. És akkor 1973. október 1-én elkezdtem ott dolgozni gyakornokként. Nem tettem a tétet rossz helyre, mert a kislányom, aki egyébként földrajztanár, azt hiszem, hogy... Kiszámoltam. 53-at számolt ki, ez volt olyan 87-88 körül. És hát volt egy nagy... Kiket kísérte? Egy nagy bánatom volt, egy nagy bánatom volt. Én végigmentem minden Grádicson. Tehát az, hogy én műsorvezető voltam, az egy dolog, de ami még nagyobb dolognak számított a televíziós hírszakmában, az, hogyha valaki a fél nyolcas híradót vezeti, meg a felelős szerkesztője is. Nem mondok neveket, de négyen vagyunk az országban csak. És szeretném elmondani, hogy... De ez hogy egy szakmai, rendben van, de a nézőnek... A nézőnek az jön le természetesen, de a szakmán belül az, hogy ha a híradó végén kiírták, hogy felelős szerkesztő... Nem csodálkozom, rendben van. De abban a pillanatban... Pedig inkább csodálkozhatnám, mert ahhoz, hogy akkor valaki eljusson odáig... Az ismernek elég régóta, tehát sajnál csodálkozom ezen. Nem, az egy nagyon nagy dolog volt. Nagyon nagy dolog volt. Én szerettem volna már előrébb ezt a pozíciót elérni, de 10 évnek kellett eltelnie, hogy a főnök asszony, a Rózsika megengedje azt, hogy műsorvezető lehessek. Akkor még nem az a rendszer volt, mert az Acél Bandinál 86-ban kezdődött el az, hogy egy héten keresztül ugyanaz volt. Az volt egy ilyen nagy minőségi ugrás, és akkor más típusú lett a híradó is, bár már korábban is elkezdtük ezt a fajta műsorvezetést, és hát mivel akkor még csak két csatorna volt Magyarországon, gondold el, hogy 4,5-5 millió néző volt ott. Ezzel próbáltam indít. Lehet, nem tudom olyan profi módon, mint te csinál, de ugye egy bot csinált a riporter. Szóval az volt az már ilyen, a Tamás is itt volt, Szepesi Gyuri is volt itt. Hát ők a legendák. Jó, rendben van, csak mondom, Hajdú Pisti is volt itt. Úgyhogy... Ők legendák. Én nagyon örülök annak, hogy ennek részese lehettem. Ez tényleg azt kell, hogy mondjam, az a magyar televízió aranykorához tartozott még az az időszak, tehát a 80-as évek vége, és utána sajnos egyfajta leépülés, aminek én is hát sajnos kortársa, szemtanúja voltam, de aztán utána ugye 1991. január 2-től a Telesportnál dolgoztam, 99. március 1-én 25 év, 5 hónap és 1 nap után jöttem el a Királyi Televíziótól. Viszont 2000-ben?
2000-ben viszont elkezdődött egy újabb szága. Ez igen. Így van, egy újabb szága, mielőtt rátérünk, azt szeretném mondani, hogy számomra a legemlékezetesebb műsorvezetésed 1984 nyarán volt. Hazajöttünk Franciaországból, volt egy újságíró Európa-bajnokság, és a legnagyobb meglepetésemre... Hazajöttünk hétfőn, ugye, vasárnap játszottuk a döntőt, hazajöttünk hétfőn, és hétfő este már szolgálatban voltál. Igen, igen, igen. És azt látom 7:30-kor, hogy még a headline-ok, tehát a főcímek mennek, és az első három hír között bemondtad, hogy az újságíró vágódott Európa bajnok. Azt hittem leesem a székről. Igen, ez egyeztetve volt, igen. Hát, mert megkérdezték tőlem, hogy mi van, és de már benne volt a Népsportban is, akkor még Népsportban. De jó, rendben van, de azt, hogy hát azt nézem a híradót, és azt hallom, hogy Európa bajnokok vagyunk, sose fogom elfelejteni, és ez volt a nap három legfontosabb hírének egyik. Ez túlzás azért, de hát figyelj, hát ez azt mutatja, hogy hozzávetőleg 10 esztendő után volt már annyi respektem, hogy azt mondták, hogy hát ez de jó, nyilván megkérdezték, hogy mi volt az eredmény. Ennél volt egy másik érdekesebb is, akkor már te nem voltál itt 2 évvel később, amikor életemben először, nem először, de azóta, ja, hát az volt a legsikeresebb. Na, amikor... akkor hogy vezessem föl a nézőknek? Szóval a szúr az ugye mindig május utolsó vasárnapján volt. Többnyire, igen, igen. Hát a legtöbbször. Igen, igen. Ugye június 2-án játszották Irápuátóba a szovjet magyart, ennél fogva én már nem játszhattam a szúron, mert kim voltam Mexikóban, és soha nem is láttam. A szúrok történetében egyetlen egyszer fordult elő, hogy 1-0 lett az eredmény. Úgy van. Na most innen folytasd. A többit nem hiszem el. Azóta se, de igen, ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert te is emlékszel rá, hogy a szuron az első mondjuk így 5 percben, 10 percben az Újságíró Szövetség jelesei, tehát elnök, főtitkár helyettes, alelnökök játszottak a csapatban. Ezek az elég nevet. Benne voltak a pályán voltak, igen. Tehát, mit tudom én, Pál Fióska élvezte is a dolgot, meg a többiek, és akkor utána kerülhettünk misorra. Ezen a meccsen valamilyen oknál fogva nagyon kevesen voltak, és én a kezdőcsapatban is voltam. És emlékszem, van Németh, Peti, Szabó Illés, Gyenes, voltunk ott. Igen, igen. És, de meg ezek közül a jeles emberek közül is nem nagyon akartak játszani érdekes módon. És a Módos Peti elment a jobb oldalon, és ott a keleti pályaudvari saroknál Solymos Tóni, hát őről tudjuk, hogy amúgy finom lélek, de a pályán ezt elfelejtett. 3 méter az alapvonaltól elkaszáltak egyetlenül. Kis Laci, volt a Vasasnak is egy kis Laci, de ő Debrecenben, meg Salgótarjánban, meg az újságíró válogatottba tette le a névjegyét. Oda ment, őről a tudni kell, hogy valami hihetetlen rúgó technikájú fickó volt, és akkor én hogy eléggé nagyképűen is szóltam, mutattam, hogy oda be az ötösre. És hát azért, hogy is mondjam, annyira nem vagyok virgonz, meg akkor sem voltam virgonz, hogy 10 évenként eldobtam magamat, és akkor szépen jött be a labda, csukafejes, jól eltalált a labda, így is mondhatom, szegény Juhász Jácint lába között bement. 1-0. De hát ezek a meccsek, ezek mindig ilyen vízipoló eredményt hoztak, és csak nem akart jönni az eredmény, pedig a színészek nagyon... Ki volt így, hogy gólszerző kaplár. Igen, igen, igen. Jó. A legszebb az egészben, hogy aznap este én voltam a műsorvezető is, és hát azért annyi... És a szúról beszámolt, ugye? Szúról beszámoltunk, de azokat a részeket, amit a szerkesztő kollégáim beraktak, azokat én kivágtam, mert még volt annyi önértékelő faktorom. De arról nem tehettem. Gól nem volt meg. A Geleta Pálnak ugye, van egy szenzáció. De Geletának volt egy szenzációs fotója. De várjál, de az a helyzet, hogy pont azért, amiről beszéltem, hogy itt vízipoló eredmények szoktak lenni, itt nem az volt, ezért gyakorlatilag, hogy is hívják, mínuszos hírek, ugye úgy, ami körülbelül 3 sorba elfér, minden újságban benne volt a góllövővel együtt. Másnap akkor a híradóra mindig ugye hétfő volt a nyitó értekezlet, és hát acélban mondja, hogy na itt jön a hős, akkor a többiek meg elkezdték cikni. Á, ugyan már bunda volt az egész, meg minden. És akkor egy kicsit úgy kihúzva magamat azt mondtam, mindenki ismer, és szóval tudod, hogy hány eredményjelző tábla van a Népstadionban?
Igen, kettő. Na, futballról akkor majd ezentúl akkor nyilatkozzál, hogyha a te neved, és csak a te neved van, mind a kettőn kiírva végig gólszerzőként. Eléggé szép társaságba kerültem. Ugyanaz 53. augusztus 20-ai megnyitás óta sokan voltak olyanok, akiknek csak az ő nevük szerepelt, de ezt már nem vitathatja el senki tőlem. Hát egyrészt másrészt az jut eszembe, hogy amikor a Vasas a pályaavatót megnyerte az ülőjúton 74-ben, és a Müller Sanyi rúgta a gólt, akkor azzal szekálta a Váradi Bélát, hogy nem sok gól kell rúgni, egyet. De arra emlékezzenek. Na, hát ez, na ez na is most, egy olyan. Innen üzenem Müller Sanyinak, hogy Müller is kap. Ülői úton Müller a stadionba kaplát. Rendben van. Na most 2000. Mert azért megy ám az idő. Fél óra. Mindig kiderül, mindig elmondom, hogy a fél óra milyen rövid. Igen, ezt én tudom. De hát jó, de te tudod. El, hogy a híradót nem csak amikor beszélni kellett, hanem amikor szerkeszteni kellett, azt külön jutalmazták, ha 29 perc, 50 igen. másodpercet csinál. Ha túllépted, ha kicsit túllépted, akkor elnye-benye, de aki 29 perc 50-et csinált, az dicséretet kapott. Úgyhogy... Szóval tudom, hogy mi a fél óra. Rendben, hát jobban, mint én, hát, de ne vicceljünk. Tehát tulajdonképpen itt fordítva kellene, ha én lennék olyan érdekes, mint te. De most azt mondom, 2000, és akkor már azt is összekapcsolom, hogy 2000-re már legalább annyira szeretted a teniszt, mint a futballt. 86 mert után én abba hagytam a futballt egyébként, tudom, de mert teniszre, volt egy rossz sérülésem, és azt igen, mondták, hogy és közös de sportágot hogy a ne vállaljon. Nagyon följöttél. Hát nem, én csak abszolút amatőr vagyok, tehát azt tudni kell. Akartam rávezetni a nézőt, hogy állandóan teniszezel. Igen, mert én észrevettem azt, hogy ha abba hagyom a futballt, még egyszer mondom, orvosi ajánlatra, illetve javaslatra, mert hogy volt a jobb vádlimba egy komoly sérülés, és azt mondta az orvos, hogy megkérdezte, hogy milyen sportágot tudok, azt mondja, hogy hát jó karban van még fiatalember, de hogyha ez sokáig akarja tartani, ilyen trombotikus gond volt a jobb vádlimba, akkor válaszol más sportágat és ne ütköző sportágat. És akkor már teniszezgettem, hát ugye főleg a televíziós társaságban volt mindig derbik sorra Kopecky Lajossal, Gyulai Pistával, és így tovább. És rájöttem, hogy ugyan én addig gyakorlatilag csak csapatsportot üztem, de itt meg már csak magamra kell figyelni, illetőleg a párost játszol akar a másikra. Tehát itt magadért vagy felelős, mindent kell csinálni, teljesen ki tudok kapcsolni, most is még, és én nekem ez egy éltető erő, hogy most is heti 4-5 alkalommal játszom még. Azt úgy érted, hogy éltető erő? Éltető erő, mert például a kokáért utána, nem tudom elképzelni, nagyon kellemes felüdülés, utána mindent sokkal nagyobb energiával tudok elkezdeni a játék után, még ha fáradt vagyok akkor is, tehát egy abszolút kikapcsoló. És arról nem beszélve, hogy láttam nagyon sok kollégámat, akik ragyogó, jó sportolók voltak, ilyen vékony gyerekek voltak, és aztán abba hagyták, és mi lett belőlük? Hát én most a 66. életévenben 181 centim, ez 80 kilóm van, úgyhogy az még egy elég jó. Hát az kétségkívül jó karban vagy, azt mondd meg nekem, vagy nem is nekem, hanem a kedves nézőnek, hogy ki a kedvenc játékosod? Tenisz játékosod? Hát ez nem nehéz kérdés. Én, jó, de hát a néző nem biztos, hogy tudja. Hát nem volna szabad tudni, de hát most az... Ez végül is egy kerületi televízióban. Angyalföldön elárulom, nem olyan nehéz kitalálni. Roger Federer, amit viszont... Akkor nehéz napjaid voltak most. Na igen, igen. Nem, elég régóta nehéz napok vannak, de azért szeretném elmondani azt, hogy ebben a sportévének is elég nagy része van. Már Federer imádatban? Nem, a Federer imádatnak is, de szeretném elmondani azt, hogy 2001-ben a sportévé már közvetített Davis kupákat, de nem csak mint most elődöntőket, hanem döntőket, hanem minden, a világcsoport minden fordulójából. És volt egy összefoglaló is, és láttam az egyik mérkőzésen, Svájc már nem tudom kivel játszott, de valami félelmetes dolgokat csinált meg ez a 20 éves, azt hiszem 20 éves volt akkor pontosan a Roger Federer,
És a következő alkalommal, amikor meccset közvetítettünk, mondtam a Balázsnak, hogy figyeljük már ezt a gyereket. Tarócinak. Igen? Jó. És akkor már figyeljük már ezt a gyereket. Azt mondja, igen, azt mondja, hallottam róla, mindenki azt mondja, hogy egy zseni. Hát ő neki könnyű dolga volt, mert ugye Heinz Günthertől ezeket ugye első kézből kapta a dolgot. És én csak azt vettem észre rajta, hogy valószínűleg akkor ő is rájött arra, mert a Balázs hát nem sokszor szokott hüledezni teniszjátékos láttán, de akkor igen, akkor látszódott az arcán, hogy na ez. És akkor onnantól kezdve, ez egyébként én azt mondom, hogy amellett, hogy a futball nagyon sokat adott, de én nagyon szerencsés sorsú ember vagyok, itt a szakmámat is tekintve, hogy például a Kokáért ezekből a teniszezőkből ezt a négy legnagyobbat, mert ezek a valaha élt négy legnagyobb szerintem, az Andy Murray, Djokovic, Nadal és Federer, hogy ezeket közvetítettem. És nem is egy alkalom, és igen, sokszor helyszínről, és ezek olyan élmények, amiket megint csak nem vehetik el. Apikám, én a végén azt mondom, hogy én meg azért vagyok szerencsés, hogy egyszer az életben végre én lehettem a riporter, és te válaszoltál. Hát nem mondom, hogy olyan páros vagyunk, mint a Taróczi Günthert, de hát legközelebb találkozunk, és visszatérünk ahhoz a normális rendszerhez. Te kérdezel, és én megpróbálok válaszolni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Én köszönöm, hogy meghívtál. A kedves nézőknek a figyelmet, egy hét múlva találkozunk, a viszontlátásra.